Leonardo da Vinci, Napóleon, Mozart, Jimi Hendrix, Tom Cruise. Néhány ismert ember, akik balkezesek. Augusztus 13-án őket is a világ népességének 15%-át ünnepeljük, a balkezeseket. Régen, akik így születtek, azokat megbélyegezték. Igyekeztek átszoktatni őket a jobbkéz használatára. Ez a gyakorlat a 20. század közepéig élt. Kiderült ugyanis, hogy ez súlyos zavarokhoz vezethet, ilyen például a dadogás, olvasási, írási, számolási nehézségek. Győri Gábor szekszádi gyerekorvos is találkozott több olyan balkezes gyermekkel, akit megpróbáltak átszoktatni a jobbkéz használatára, és ez nem múlt el nyomtalanul. Ez pontosan ugyanolyan dolog, mint hogyha valakiben berögzült egy dolog, és azt utána arról megpróbáljuk kényszeresen leszoktatni. Semmiképpen nem előnyös. Úgyhogy már 30-40 évvel ezelőtt sem javasoltuk. Igazándiból nem tudom önnek megmondani, hogy ez a rossz beidegződés, hogy a balkezes is erről le kell szoktatni a gyereket, ez miért alakult ki. Hála Istennek ez ma már nincsen. A kézpreferencia gyökere az agyban keresendő. A jobb agyfélteke a bal oldalt irányítja, a bal pedig a jobb oldalt. A szakemberek úgy vélik, 8-10 éves korban derül ki biztosan, hogy melyik kéz a domináns, de azt már óvodáskorban lehet látni, ahogy a gyerek az eszköz után nyúl. A Garai János általános iskola tanítója maga is mindkét kezét használja, noha hivatalosan jobbkezes. Az evőeszközök használatánál derül ez ki, aztán a labda játékokban, hogy esetleg a másik láb nem a domináns láb, hanem a másik láb lesz az erősebb. Bizonyos fokig például tudok balkézzel írni, de jobbkezes vagyok. Borsickiné Kaponya Kitti azt mondja, a pedagógusok különböző jó gyakorlatokkal segíthetik a balkezeseket a tanulásban, hogy legyen sikerélményük. Ilyen az, hogy a pacsor bal oldalára ültetik, hogy a társát ne zavarja írás közben. De az írás tanítás során is szoktak rájuk gondolni. Azt mondja, nagy segítség számukra, hogy már létezik balkezes olló, ceruza vonalzó, sőt, ceruza hegyező. Is. A balkezeseknek külön megmutatjuk az írás tanításnál a vonalvezetést, fordítva, természetesen aztán a füzetnél, füzetvezetésnél. A balkezesség tehát közel sem jelent hátrányt a mai világban. Sőt, kutatások szerint a balkezesek bizonyos sportágakban jobban teljesíthetnek. Továbbá kreatívabbak is jobbkezes társaiknál. Erre hívja fel a figyelmet a Balkezesek Világnapja, amit augusztus 13-án tartanak világszerte.